A marosmenti települések között Makó városa elsőként hozta létre 2014-ben a helyi értéktárbizottságot, amely öt tagú és ehhez egy baráti társaság is kapcsolódik. Nyolc kategória van, amely gyorsan gyarapodik. 2014 év végére már 69 értéket jegyeztek le, és ez azóta folyamatosan bővül. Makó egy aranybánya, és ki kell bányászni ezeket az aranyakat, ahogyan Tóth Feri bácsi mondta, jegyezte meg Szikszai Zsuzsanna elnök. Elhangzott, hogy minden évben összeülnek a tagok, és egy Listát írnak össze, hogy milyen értékekkel gyarapodhatna még ez az értéktár. Mint megtudtuk a számos kategória közül a kulturális örökség az, amely a legjobban gyarapodik. Szikszai Zsuzsanna kiemelten egy szót arról, hogy melyek azok a dolgok, amelyek frissen kerültek be az értéktárba a József Attila ö, makon töltött évei sem voltak fölvéve. Ugye a Marosmenti Konstantinápoly mint egy nagyon szép elnevezés tőle, az bekerült, de az ő makói évei nem kerültek. Vagy nem került bele a szépségkoldusak kötet. Ö, mi ezt külön választottuk, mert hogy, hogy a, Persze, a két és fél évben benne volt az, hogy megjelent a kötet. De a kötet, a szépségkoldus az, az egy akkora mérföldkő, az első kötete. És hát ez a gyönyörű cím, a szépségkoldusa, én a, mindenki egyöntetően azt mondták, hogy bele kell kerülni. De bele került... Keszner Zoltán élete. Tehát a hozzá kapcsolódó mecénások sem voltak külön kiemelve. Számunkra ők is nagyon fontosak. Továbbá Szundi Ennő nagy tudású kertészmérnök is ezen a bizonyos friss listán szerepel, mivel a hagymatermesztés mellett a gyümölcskultúrát élesztette fel a vidékünkön. Szó esett Török József egyháztörténész pápai prelátus munkásságáról is, de további érdekességekre is kitért Cégszai Zsuzsanna. A teknyőkapparó személye most belekerült az értéktárba. Róla ezért keveset beszélünk. Ő a 19. század elején élt, vagy akkor vélték látni, nagyon sokan ismerték, és ez szájhagyomány útján terjedt, és még a 60-70-es években Polnár Zoltán kutató, ö, tudott róla ö, interjúkat készíteni. Ugye három-négy generáció... Ö, túlélt a teknyőkaparónak a személye, és ő egy olyan jós volt, aki ott a 19. század elején, amikor még éppen még a gőzbozdonyoktól is félnek, a gőzparvipáktól, akkor megjósolja, hogy az égen bádok, dobozok fognak repülni, megjósolja a háborúkat. A tavalyi évben vándorkiállítás és weboldal, valamint kötet is készült, amely 114 értéket mutat be. Azóta gyarapodott a gyűjtések sora, és közel 140 értéket jegyeznek a makói települési értéktárban. A csütörtöki társalgóban megtekinthetik a hosszabb beszélgetést.